Rocky, come on, let's get the deer. Rocky, come on. Go, Rocky, go get him, go get him, go get him. Go get the deer, go get the deer, go. Go get him, go! Go get the deer! Get him, go, go, go! Go get him! Go, Rocky, go! Go get him! Woohoo! Go get the deer! Go, Rocky, go! What happened? Rocky, olyan lassú vagy, most elszél akkor semmit. Na lassad ki, hogy miért vegán a kutyám. Azért, mert nem tud megfogni semmit. Se nyulat, se őzet, se semmit. Úgyhogy akkor azt mondja, jó a tésztes, a faszulyka és az öcségek. Egy gyíkot békát pedig nem eszi meg. Úgyhogy ez van. Nehogy már én kezdjek meg kivadászni, he? Még a hiány hozzá. El kellett ijesszük az őzeket, mert látom, hogy álltak neki lerágni a falk levelit. Rocky! Mire töreg? Mi nem fogtad meg az őzet? Ha? Ja, most neki azt kergeti a dorozsot. Bolond vén ember. Mi a dé? Ha? Ó, Rocky. Hát te olyan kicsi jambúr vagy, de ha meg tudnád fogni, se fognád meg a tépőzi kéket. De azért tévesztett kárgatni őket, mi? Ez a tiéd a labdosabb pácikák, azt szeretette. Ügyes. Ügyes. Észre se vetted őket te. Meg kellett mutassam, álltam az ajtóba, és mondtam, hogy menjen, szétnézed, nem látta őket. Ha? Nincs a legjobb látásod, így messzire látni, mi? Közelre jól lát, meg jó a hallása, minden mozgás van, azt észreveszi, de túl messzire nem lát. Mutattam neki, hogy ott vannak az őzek, menjen. El kellett én is fussak félútig, hogy meglássa. Aztán futott felék, de nem futott teljes sebességgel. Úgyse tudta volna utolérni, de láttam őt már gyorsabban futni is. Azt mondja, inkább fetrengek, azt jobban szeretem, mint vadászni. Ó, Rocky, Rocky.
De egy nagy jámbor medve. Ó, raki, raki. Ügyes vagy. Gyerekek, a tegnap akkora szél volt, hogy a banánfalk majdnem a földig levúltak hajóba. Esküszöm, úgy fújt a szél, hogy vitt el mindent. Eső is lett végre a tegnap. Este nem olyan túl nagy, de esegetett egy óra, egy másfélig. Nem volt időm, hogy ezt a felét bécsiptessem a szigetelésnek, s kés szedte a szél a hájiből. Úgyhogy ma befejezem az egész munkát itt hátul. Egyébként nem tett kárt itt hátul, csak annyit, hogy ezt nem volt ez a fele még odafogatva. Ugye egy kicsit még beszivargott ugye fent, ahol még nincs leszigetelve az eső, meg a túlsó felén. Onnan jött délről, a túlsó feléről az eső. Úgyhogy a vakolás ma befejezem, s hátul a szigetelés, és akkor már jobb lesz a helyzet. Amint eladtam a trailert, megveszem a sidingot. A hátsó falra ügyesen műanyag borítót felrakom. És kész. Na jó, menjek reggelizzek valamit. Mint is fogunk falni dinyét. Ja, dinyét reggelire, görög dinyét, ebédre sárga dinyét. Yummy.